ez nem úgy van, hogy az ember bekerül a tévébe, és akkor utána belőjött a fotelbe, és azt mondja, hogy innen már Amerika van, innen már megélek, ülök és megélek, hanem ezzel melózni kell. Az én munkám pedig nem áll másból, Imi. Megkérdezett, hogy én mivel színész vagyok, író, költő, dramaturg, nem tudom micsoda, nem. Én szeretett bombonokat adok, és fogadok be. Tehát, hogyha engem azért hívnak vissza különböző olyan rendezvényekre, mert én mikor ott vagyok, akkor én ott vagyok. De ez a csókolom, hogy tetszik lenni, ez nem az, hogy majd kérek két üveg viszkit az öltözőmbe. Hülyék. Luther Imre vagyok, a költészet szerelmese. A versek gyakorta csak úgy jönnek és mennek az ember életében, egymásnak adva a kilincset, épp úgy, ahogy a vendégek. De van olyan vendég, akit nem eresztünk. És van olyan vers, amely nem ereszt bennünket. Ebben a műsorban ismert barátaim mondják el, hogy hogyan változtatta meg az életüket egy vers, és hogy mit gondolnak a világról. Ez itt az Élet a sorok között. Ma Erkárpáti Péterrel találkozom, aki a népszerű Barátok közt sorozatból kilépve újra bizonyított. De hogyan kezdett új életet, hol tart most, és hogyan éli meg, hogy lánya egyben pályatársa lett? Egy ország ismerte meg akkor, amikor az ország egyik legrégebbi és legismertebb sorozatában Berényi Andrást alakította, azonban elmúlt ez az idő is, de a csillogás körülötte nem, olyannyira nem, hogy még a szemében is erősödött egy idő után, és bebizonyította, hogy ő akkor is sztár, hanem éppen sorozatban éli az életét. Hát Imre, ilyen gyönyörű szófordulatokkal élő felkonferálásban nekem nagyon régen volt részem, úgyhogy ez egy külön hála. Köszönöm szépen. Ki vagy te valójában? Ki az Erkárpáti Péter? Egyáltalán miért Erkárpáti Péter, ha már errel kezdjük ezt a bizonyos ABC-t? Mikor felvételiztem a főiskolára, közölték velem, hogy épp tavaly végzett egy Kárpáti Péter nevű pali, akiből egyébként kiváló drámaírónk lett, Kárpáti Péter, ugye mai napig is prosperál kiválóan. És mivel én voltam a fiatalabb, nekem kellett nevet változtatni. Annak idején én rajzfilmekkel is foglalkoztam. De rajzfilmeket rajzoltam kockáról kockára egy bizonyos szuper 8-as elnevezésű technikával, amit a kedves mai nézők nem tudnak, hogy mi ez a videó elődje volt, mint olyan. Kockáról kockára kellett megrajzolni a fázisrajzokat, és minden valamire való amatőr filmesnek volt egy logója. És nekem is volt egy logom, méghozzá a K-t, meg a P-t, így egymásra írta ki a dolog, a rajz, és akkor abból egy ilyen stilizált R betű jelent meg, és akkor mi legyek, nem akartam lenni ilyen Kárpáti B Péter, meg semmi ilyesmi, és akkor lett ez az R. Kárpáti Péter egyébként azt jelenti nemes egyszerűséggel, hogy remek. Remek, mint a válasz is. Te úgy csöppentél be az ország tudatába valóban, mint egy sorozat színész, amikor az embert hirtelen megismerik az utcán, amikor szembe jönne vele történetek, és neki reagálnia kell erre, amikor másképp viszonyulnak hozzá, hiszen ismeretlen ismerős leszel, ezt téged nem viselt meg? Vagy egyáltalán jól tudtad ezt viselni? De meg kellett tanulni kezelni. Meg kellett tanulni kezelni, mert korábban ugye egy kisvárosnak a vezető színésze voltam, és ott az természetes volt, hogy úgy nagyjából a színházba járó közönség az ismerte az ember arcát, köszöntünk egymásnak az utcán is, a nézőkkel. De utána meg bárhova mentem, ugye ott a televízió hatására, ami egyébként minden színész álma, így az enyém is nyilván az volt, hiszen mi mindannyian exhibicionisták vagyunk valamilyen szinten, hogy látva lássanak és ezáltal szeretve szeressenek. De ugyanakkor ez tud terhes is lenni, ám meg kell tanulni kezelni, mert nem tanulod meg, akkor azt mondják, hogy na ez egy pökhendi nagyképű pali. Kárpáti Péter, egy R betűvel az elején, hogy ne keverjük össze a szintén művész Kárpáti Péterrel. Erkárpáti Pétert gyermekkora óta foglalkoztatják a halál közeli élmények, amelyekről könyveket írt és dokumentumfilmeket is készített. 1963-ban született, Győrben érettségizett és 88-ban végzett a színművészeti főiskolán. Pályáját Békés Csabán és Zalaegerszegen kezdte, de korán beszippantotta a televíziózás világa, megfordult a kisvárosban, benézett a szomszédokhoz, és még mielőtt másfél évtizedre a Barátok közt ragadt, olyan kultikus filmben is láthattuk, mint A miniszter félrelép.
Az országos ismertség természetesen Berényi András karakteréhez kötődik. 2012 óta más barátok közt mozog. Őrbottyáni házában élvezi a vidéki életet, és a művészi igényű dalszövegekben is felfedezi a költészetet. Ha képben vagy, és tetszik a műsor, azért, hogy lásd a következőt is, ne felejts el feliratkozni, és megnyomni a kis csengőt. Te egyébként élvezted azt, hogy ez a szerepet volt, hiszen egészen addig, amíg abban nem kellett hagyni, azért ebben lubickolhattál. Most ennek vége lett egy ponton. Így van. Azt te nem könnyen dolgoztad föl. Én, mint művész, egy kicsit azért álomvilágban élek, és azt hittem, hogy ha valami jó, akkor az folyik aztán a végtelenségig. De tudomásul kellett venni a szakma szabályait, hogy itt mindig az megújítás kell, ugye a nézőknek új arcok kellenek, új történetek, stb. És az nem feltétlen képzelhető el a régi megszokott emberekkel, de az a 14 év, amit ott csináltunk, az egyrészt ugye úttörő munka volt, egyrészt mind bejött a kereskedelmi televíziózás Magyarországra, másrészt a napi szappanopera, amit korábban nem tudtuk, hogy eszik-e vagy isszák, és ennek az úttörő csapatnak nagyon jó volt a részesének lenni. Aztán ez elmúlt, akkor hétre azt szoktam, hogy akkor most mi lesz? Ja Istenem, pedig hát én ezt úgy szeretem csinálni, de aztán hála Istennek lekopogom, velem ez jót tett, tehát kinyíltak számomra olyan területek, amelyek, hogyha maradok a sorozatnál, akkor nem marad rá kapacitás. Tehát ez velem nagyon jót tett, csak akkor még nem tudtam, hogy ez majd jót tesz. De a versmondás, a dalszövegek feldolgozás az nem akkor érintett meg, hiszen az veled élt egyébként nap, mint nap, attól függetlenül, hogy sorozatban játszottál. Nagyon érdekes, hogy én mikor kamasz voltam, és általában kamaszok hallgatnak zenét, vagy bejön az életükbe a zene, abban az időben, amikor én voltam kamasz a 80-as években, akkor mindenki, az volt a menő, a Pink Floyd, meg a Tangerine Dream, meg nem tudom, Black Sabbath, meg ez. És nekem meg Zorán lemezeim voltak. És nagyon sokat hallgattam Zoránt. És egy idő után tudtam a dalszövegeit. Persze 17 évesen még az ember nem úgy értelmezi, mint aztán később újra ráfigyeltem ezekre a dalszövegekre, és kiderült, hogy ezek sokkal többek, mint dalszövegek, hiszen önálló irodalmi értékként is megállják a helyüket. Annyira mély rétegűek, tehát több réteg is le van írva, hogy egy igazi költőnél, egy versben mélyebb rétegek is vannak, nem csak ami elhangzik. És ugye az a különös, hogy a dalszövegeknél például egy lemezen, egy LGT lemezen, vagy egy Révés Sanyi lemezen, vagy amire többek között írt Dusán is, nem jönnek ki feltétlenül ezek a rétegek, a mondani valóknak a rétegei, az érzelmek rétegei, azért, mert ugye a taktus, a zene, az elviszi a figyelmet, míg ha versként mondod ezeket el, akkor kiderül, hogy megkockáztatom, hogy nagy ikonikus magyar költők mélységeit is tudja hordozni például egy Dusán mű, vagy akár egy Horváth Attila, vagy akár egy Adamis Anna. 1945-ben Belgrádban született Stevanovics Dusán, Prima Primissima díjas dalszövegíró, zeneszerző és dramaturg, akit Zorán öccseként és szerzőtársaként is jól ismerünk. Mindössze 3 éves volt, amikor a család Magyarországra került. 64-ben bátyja oldalán a Metro együttesben szippantotta be a színpadvilága. Már ekkor kitűnt szövegírói tehetsége, így aztán 71-ben kilépett az együttesből és fordítással kezdett dolgozni. 2 évvel később került a Magyar Televízióhoz, ahol 10 évig volt szerkesztő, dramaturg és műsorvezető, azóta pedig szabadúszó. Nem csak Zoránnak, az LGT-nek, Kovács Katinak, Gerendás Péternek, Kern Andrásnak és Janicsák Vecának is írt dalszövegeket. Akár csak Presser Gábornak, akivel közösen jegyzi a Padlás című musicalt. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, de feliratkoztál már a csatornámra? És megnyomtad a kis csengőt, hogy értesülj az újabb videókról? Vagy az Insta, vagy a Facebook? Mindenütt ott vagyok, és mindenütt sem. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Egy kamasznak a lelke rendkívül érzékeny. És nekem is voltak, jaj, a vonz az a kislány, de biztos nem kellek neki, hogy jönnék, millió ilyen van. És az az érdekes, hogy a Dusán tollából akkor 17 évesen ezekre próbáltam válaszokat találni, és nagyon érdekes, mivel a Dusán halál egyszerűen fogalmazza meg a legbelső, legcirkalmasabb érzelmeidet is,
Hogyha erre valaki rácsatlakozik, abból óriási beszélgetések, érzelmi fluidumok jöhetnek létre, és ezek az izgalmasak. Valóban ez a titkos, cinkos, összekacsintó egymást keresés. A vers nyilván nem csak ebben a fázisban segített az életedben, hanem akár akkor is, amikor az embert viszonylag nagy katarzisok, nagy tragédiák, nagy sorsfordulók érik, amikor neked ez a bizonyos szerepbeli beosztásod megszűnt, és eltűnt a karakter. Amikor kirúgtak csúfosan, fogalmazok egyenesen, így van. Te megérezted a saját életedben? Képzeld, gondolom egyébként igen, nem? Hallod? Nem. Én meg voltam győződve, és én fel is voltam készülve, hogy amint valaki kiesik a képernyőről, két hét múlva a postás nem nyitja rá az ajtót. Mert így működünk. De azt vettem észre, hogy bármerre megyek az országba, most már nem az a fontos, hogy Andriskám mikor megy vissza a sorozatba, hanem hogy engem fölhívnak, nekünk maga kéne. Én megmaradtam annak a győri gyereknek, aki mindig is voltam, független, hogy éppen egyszer egy időben a tévében mutogattak. Annyi dolgot tartogat még az élet, és azokra nem lett volna idő. Na most, ha itt tartunk, akkor ugye neked nem csak ebben volt váltás, hanem a magánéletedben is, hiszen te elváltál, és újra nősültél. Még nem nősültem újra, bocsánat, de eljegyzés már volt. Akkor legalábbis van egy olyan élettársadalom párod, aki gyakorlatilag az életed másik fele. Igen. Következménye, vagy egyenes következménye volt esetleg az, hogy hirtelen véget ért valami a szakmai életedben? Azért kérdezem, mert nagyon sok emberrel előfordul az, hogy hirtelen elkezd önmagára is figyelni, igen, a kapcsolataira, hogy hogy működik, nem rutinszerűen kezd már működni, előjönnek azok a fajta problémák, amiket eddig elfedett a hétköznapok verklie, vagy a csillogás, vagy bármi. Neked ez hogy volt? Közben játszott, vagy az volt az oka? Abszolút értem, amit mondasz. Sőt, nekünk sajnos már nem úgy sikerült a vége felé, akkor jött még ráadásul ez is, ez a kirúgás, meg a válás, úgyhogy ez így alakult. De hát úgy látszik, hogy én ezt húztam, ezt a lapot húztam, de én azt gondolom, hogy amit szoktam is, akár a növendékeinek is mondani, hogy minden helyzetben maradj ember, többet úgyse tudsz tenni. Te egy olyan verset is hoztál ráadásul, hogy dalszöveget, és ugye azt beszéltünk arról, hogy mennyire mélyek a Zorán Dusán piramis LGT szövegek. Arról szól az egész vers, vagy az egész dalszöveg, hogy az ember akkor, amikor próbál mindent megteremteni a saját csemeté és a gyermekei körül, akkor a világ ugye viszi, mert hogy azt érzi, hogy dolga van, kötelessége van, és nem tud ugye annyit otthon ülni és lenni velük, vagy időt tölteni, ami a világ legfontosabb dolga, mert mindent ezért csinálunk, hogy az emberi kapcsolatainkat, a igen, családi körülményeinket jobbá tegyük. Neked ez így volt egyébként? Hát épp az, hogy igaz, én utáltam ezt a verset. Ment ez az Orránszám a rádióba, elkapcsoltam. Utáltam. Miért utáltam? Na miért utálom én annyira ezt? Nyilván nem a zene miatt. Nem. A restanciám miatt. Ott volt nekem a kis Andris fiam, akivel többet kellett volna foglalkoznom. Rebekával is többet kellett volna foglalkoznom. De apa mit mondott? Hát gyerekek, muszáj elmennem, egy gyereknek kell az új cipő, jön a gázszámla. Muszáj vagyok menni dolgozni, tudjátok, apa színész, elmegy, csinál egy fesztivált, nem tudom, elmegy a szinkronba, elmegy a színházba, teszi a dolgát, a szakmáját, hozza az a pénzt, hát így kevés idő marad a családra. Csak ez a szám, ezzel a négy vers szakával, amit a Dusán fordított olyan gyönyörű szépre, és ezért utáltam, egy az egybe belemondta a pofámba, hogy Kárpáti, ne húzz ki, ma nem erről van szó. Szövegírói munkássága mellett fordítóként is nagyot alkotott az elmúlt évtizedekben Dusán, aki testvére mellett számos külföldi sláger magyarra ültetésében is részt vett. Zorán Üres bölcsőt ringat a Hold fénye című dalának eredeti szerzője Harry Chapin, a dal pedig a Cats in the Cradle, vagyis Macskák a bölcsőben. A dal 1974-ben jelent meg, bár később többen is feldolgozták. Az amerikai dalszerző felesége versét zenésítette meg, akinek az elfoglalt apáról és a magányos gyermekről szóló története Dusán magyar fordításában is kendőzetlenül őszinte és szomorúan igaz. A szöveg aktualitása mit sem kopott. Nem véletlen, hogy R. Kárpáti Péter közönségének is ez az egyik kedvence. Hiába mondom a magam szavait, nem figyel oda, kikapcsolja a telefont. De te ki ne kapcsolj, nem sokára lesz egy újabb adás, tudsz róla? És csak akkor tudsz róla, ha feliratkoztál. Úgyhogy nyomj egy csengőt. Csengő.
Hallgattam ezt a zenét, és kimondta azt, hogy neked arra, hogy el kell menjél dolgozni. El kell menni, de ha jobban lavírozol, lenne időd a gyerekre is. És én meg képzeld el, ezért nem szerettem ezt a számot, mert azt éreztem, hogy én elmegyek dolgozni, és akkor arra hivatkozom, hogy apa fáradt, annyit dolgozott, látástól vakulásig, és akkor mert arra, hogy kisfiam, már nincs időm veled játszani, és inkább nézem a tévét, vagy bambulok a képernyőre. És ezért nem bírtam. Utána mit csináltam? Azt mondtam, na jó. És megtanultam. Versként ezt a dalt, és bárhova, ahova megyek. Többek között a te általad szervezett rendezvényeken is. Férfiak, nők, életkortól függetlenül 4 versszak után, mintha gomnyomásra sírnának. Mindenki, mert ugyanis ez mindenkit érint. És ez azt gondolom az írástudók hatalma, fegyvere, a toll, vagy most már a klaviatúra. Mert leír olyat, ami egyből beléd talál a lelkedbe, és elkezdi csavarni. Hétfő volt, mikor született. Én kivártam volna, de nem lehetett. Tudod, a számla nagy, a munka se vár. És jött a hír, hogy a fiam már jár. Aztán láttam, ahogy nevetés fut elém. Hogy ő pont olyan lesz, mint én. Majd ugyanolyan lesz, mint én. Üres bölcsőt ringat a holdfény. És mindig ez a mese vége. Apa, mikor jössz? Fiam, mennem kell. Az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még. Neked hoztam. Nézd, egy kis ajándék. Apa, pont ilyen lasztira vágyom rég. Gyere, taníts meg rá, hogyan dobjam el. Fiam, játszunk majd, de most mennem kell. Viszi lehajtott fejjel. Egy könycsepp se jön elő. Úgy dobom majd, mint ő, mondja. Olyan leszek pont, mint ő. Üres bölcsőt ringat a holdfénye. És mindig ez a mese vége. Apa, mikor jössz? Fiam, mennem kell. Az élet csupa kötelesség. De sokat leszünk együtt még. Komoly gimibe jár. Soha nem tanul, mégis népszerű kölyök. Nekem ez sem új. Apa büszke rád, de most beszélnünk kell. Csak mosolyog, aztán így felel. Tudod, én nekem most, apa, csak a kocsi kulcs kell még, és ha megengeded, elmennék. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, és mindig ez a mese vége. Fiam, mikor jössz? Apa, mennem kell. Az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még. A te gyermeked, Rebeka, ugye mégiscsak Miss Hungary volt, tehát szépségkirálynő, mindamellett ő is színészkedik, és közben egy olyan fajta életet próbál élni, aminek ugye tudjuk, hogy rengeteg a csillogás része, de vannak ugye árnyoldalai is, tehát igazából azt lehet mondani, hogy nagyon nem könnyű ez a fajta életmód. Te nem féltetted őt, amikor azt mondta, hogy az apám nyomdokaiba lépek? És hogy esetleg aztán nem csak azért, mert a szakma nehéz, hanem hogy neki is kevesebb ideje lesz majd a saját szüleire, ami benne van ebben a versben, vagy kevesebb ideje lesz majd a gyermekeire, amikor éppen arra kerül a sor. Számtalan olyan színész interjút láttam nagy színészekkel, akik elmondják az interjúban, hogy én mindent akartam, csak hogy az én gyerekem nehogy erre a pályára jön, mert buktató van, és keresztbe tesznek, és intrika van, és izé. Aztán később a gyerekeikből ismert, nagynevű és jó színészekké váltak. És soha nem értettem egyet ezekkel a nyilatkozatokkal. Megmondom neked miért. Ha azt mondom, hogy ne jöjjön színésznek, mert itt aztán izé, ez nem jó, menjen el ide-oda. Ne, bármelyik pályán ugyanez van. Ha orvosnak mész, a tanárnak mész, mindenhol ugyanez van. Csak nálunk kirakat szakma, és jobban fölhájpolja a sajtó, és ettől tűnhet esetleg olyannak, hogy itt keresztbetevések vannak. Szerintem kilóra ugyanannyi keresztbetevés van bármilyen pályán, és fiatalabb koromban azon gondolkodtam, miért van erre szükség?
hogy mindenki kereszt, miért nem mindenki ez a leben und leben lassen, élni és élni, hagyni, elv alapján mindenki tegye a dolgát. De rájöttem később, hogy jó, hogy ez így van, hogy vannak a pályákon keresztbetevések, ugyanis akkor nagyon elkényelmesednénk, és azt hinnénk, hogy ilyen, jaj, milyen könnyű is ez az élet. Nem. Strukturálódni kell, meg kell edződni, pont azért, hogy legyen egy olyan kiindulási alapod, amitől akár, ha kell, meg is tudod védeni magad, és ennek a tudatában létezel. Hogyha kell, megvédem magam, ha kell, pedig tudok adni is. De én azt gondoltam a Rebekáról is. Mondom, tegyed. És figyeltem, néztem, mikor belekedett a jóban-rosszbanba, vagy mikor elkezdte ezt az influencerséget, vagy ezeket a jótékonysági dolgokat. Hát figyelj, de kiment ez a kis 20 éves lány Kongóba. Ami kiderült, hogy a világ harmadik nem biztonságosabb országa. De ezt csak utána tudtad meg, remélem. Nem, még előtte tudtam meg, és hogy... Akkor végigizgultad a dolgot. És kiment, és ott építettek valami karitatív dolgokat. Persze Magyarországon is rengeteget segít ilyen általában gyerekeknek, vagy... Tehát ő neki megvan ez a karitatív vénája is, de ezek kívül teljesen önálló. Elvégzett egy olyan sminkiskolát, amit a sminkel, és most influencer, ugye? Olyan helyes volt anyám, anyám 84 éves, és mondta, hogy Rebeka mind dolgozik? Mondom, influencer anyu. Azt mondja, és hol fázott meg? Helyes volt. De ebből él, és valóban, ahogy kérdezted, ezek mind nagyon bizonytalan dolgok. Különösen jön most egy égből egy ilyen vírus, és akkor felülírja az összes terveidet. Akár egzisztenciálisan is gond lehet ebből. De hál' Istennek, ő is több lábon áll, mint én. Na jó, csak hogy nem is a szakma árnyoldalai miatt kérdezem, hanem egy picit abba belegondolva, amit a Dusán is elmondott a versében, hogy nem lesz neki sem ideje, sem veletek, sem majd a gyermekeivel. Ha nagyon belemászik, pláne ha olyan alkat, hogy ő nagyon sokat szeretne segíteni az embereken, mint ahogy te is. Nem félted attól, hogy ő önmagára nem lesz, a saját életére nem lesz ideje? Elgondolkoztam én ezen, de egy teória. Én azt gondolom, hogyha van egy szülő, akinek valamilyen ok miatt nem kell dolgoznia, tehát a nap 24 órájából a gyereke vagy a gyerekei mellett lehet, míg azok felnőnek. Ide a rozsdás bököt, hogy amint a gyerekek kiröpülnek, ez a szülő elgondolkozik azon, hogy vajon eleget foglalkoztam a gyerekkel? Érted? Pedig 24 órából ott van mellette. Én azt gondolom, hogy ez genetikus. Nem is lehet igazán eleget foglalkozni semmiből, mert hogy ez nem a szülőgyermek kellett volna. Mert még kellett volna. Tehát valahol azért meg kell húzni egy egészséges határt. Egy, kettő. Azt gondolom, hogy a gyerekek azok bámulatra méltóan regenerálódóak. Tehát ha mondjuk egy rossz családi környezet van, egy válást megelőző időszak, amikor vannak durva történések is, és ezt a gyerekként éli át valaki, én azt gondolom, azt látom, nagyon sok ilyen interjút nézve, vagy akár saját példámat is mondhatom, hogy hála Istennek nagyon tudnak regenerálódni, persze utólag átbeszélni, helyre tenni ezeket a dolgokat velük, de ez szerintem egy nagy ajándék, különben az is egy nagy teher maradna a szülő lelkén. Sok mindent csináltál az életedben, de azt nem lehet elmondani, hogy látléptél van egy olyan határt, ami mondjuk egy másik életbe vezetne. Most konkrét dologról beszélek, tehát amikor az ember azt mondja, hogy most itt van vére valaminek, történik egy tragédia, és az ember meghal, majd visszajön. Mert hogy te ebben valahol hiszel. Nem csak a reinkarnáció, nem a filozófiai hátteréről beszélek én ennek, hanem arról, hogy az élet után van-e valami. Erről könyveket írtál. Miért foglalkoztat ennyire ez a téma? Nagyon érdekes, hogy az úgy fejezted ki magad, hogy te ebben hiszel. Uh-huh. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy újabb ilyen ezoterikus, spirituális könyv. Nem. Én egy eléggé szkeptikus pali vagyok. Én azt kezdtem el kutatni, hogy mi ebből a tény anyag. A halálközeli élményekről beszélünk, arról a különös jelenségről, hogy a klinikai halálból visszajönnek emberek, visszahozzák őket, és ekkor nagyon különös élményekről számolnak be. És ebben az az érdekes, hogy ezek az élménybeszámolók kísértetiesen hasonlítanak egymásra, független attól, hogy hány éves az átélő, hogy vallásos-e vagy nem, hogy melyik korban élt, melyik történelmi korban élt. És én ezt nem értettem, hogy miért van, hiszen a Földön meg annyi temperamentummal, gondolkodásmóddal, vélemény, kinyilvánítási dologgal élünk,
Hát értelemszerűen, ha van halál közeli élmény, akkor neked is más, neki is, ő neki is, mindenkinek egy kicsit más, de nem, itt mindig ugyanaz. És mikor ennek utána akartam nézni, elmentem a könyvtárba, meg kinyitottam a ismeretek tárházát, az internetet, és legnagyobb meglepetésemre képzeld el, hogy szinte kizárólag spirituális és ezoterikus megközelítések, meg vallási megközelítésekkel találkoztam. Nem találkoztam élettani megközelítésekkel. Ezt felbosszantott, felbőszített, és én te úgy gondolod... Nem értettem. Uh-huh. Egyszerűen nem értettem, Imi. Ha van egy olyan jelenség, ami előbb-utóbb mindannyiunkat érinteni fog, vagy nem, mert ugye általában körülbelül olyan egyharmada a klinikai halálból visszajötteknek tud beszámolni egyáltalán valamiről, de hogyha ilyen sokunkat esetleg érinthet ez a nem tudni micsoda, ez a jelenség, akkor arról miért nincs artikuláció? Miért nincsenek erről dokumentumok? Vannak dokumentumok, de azok annyira akadémikusi szigorral vannak megfogalmazva, hogy az egyszerű átlagember nem tud rajta eligazodni. És akkor azt mondtam, hogy én ennek utána szeretnék járni. És akkor készítettem egy dokumentumfilm sorozatot, abból születtek az első könyvek. Aztán... Egész ezen neki mentél is megkeresni olyan embereket, akikről feltételezted, vagy tudtad valamilyen módon, hogy visszajöttek? Igen, őket is megkerestem pszichológusokat, szívsebészeket, agysebészeket, nagy magyar gondolkodókat és közéleti személyiségeket. Tehát a szkeptikus Vágó Pistától kezdve a Réz Andráson keresztül, a Jókai Annáig, a Pap Lajosig, és ugyanakkor átélők. És az átélők egyre inkább jöttek. Nem nagyon tudunk átélőkről. Azt gondoljuk, hogy ez egy elszigetelt jelenség, de csak azért gondoljuk, mert akinek ilyenje volt, nem mer róla beszélni, mert azt fél, hogy hülyének tartják majd. Hogy persze álmodta meg a kemikalizáció hatása. És jöttek, és orvos ismerőseim beszéltek olyan emberekkel, akiknek volt ilyen, és megkérdezték, hogy itt van ez a Csóka, pont egy ilyen filmet csinál, hogy elmondaná. És képzeld el, hogy lehet, hogy pont abból a gondolatiságból, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, a kamera előtt elmondták, hogy miket éltek át. Néha hideg futkosott a hátamon, mikor hallgattam ezeket a történeteket. Én meg vagyok győződve, hogy ezek az emberek nem kitalálták, hanem ezt megélték, csak arról nem vagyok 100%-osan meggyőződve, hogy ez vajon nem-e az élő tudat terméke, uh-huh. ezek az emlékképek. Tehát vagy ez, igen, vagy pedig maguk, hogy valami fajta biokémiai folyamat zajlik az emberben, ami egyébként át ezt is segít egy ilyenfajta halucináció. Csak úgy tudod, nagyon nehéz ám azt természettudományos eszközökkel megmagyarázni, hogy az hogy van, hogy mondjuk valakit a műtőasztalon elfeszítenek 5 percre, majd visszahozzák, és később arról számol be, hogy a műtőlámpa tetején ott van egy ott felejtett csavarhúzó. Uh-huh. És fölmennek, és ott van. Láthatóan nem a szkeptikusok társaságát fogod erősíteni, hát azt gondolom, hogy... Én azt gondolom, hogy nekem, mint ilyen bemutató, uh-huh. tehát tényeket bemutató embernek, nekem nem szabad egyik oldalra sem. Én felmutatom, hogy mik azok, amik tények ebben a világban. Vagy az agyhullámok, mikor már ugye nem működhetne az agy, miért jelez az egyszerű EEG készülék még hullámmozgást? Tehát nem nulla hullám, hanem hogy? Akkor már az csak egy pép. Nagyon érdekes dolgok ezek. Azon elgondolkodtál, hogyha az ember tényleg el kell, hogy menjen, itt marad a családja, ahogy a benne lévő rengeteg érzelmi amplitudó, meg a rengeteg értelem, műveltség, tapasztalat, ösztönös és szerzett tudás, hogy az hova tűnik? Hogy jó lenne abba hinni, hogy na, lehet, hogy ebben az életben nem úgy sikerültek a dolgok, de majd, ha mégis van reinkarnáció, mint egyes távol-keleti hitekben, itt világokban, akkor majd ott helyrehozom. Ennek ellenére ugye a buddhizmus fő ágának a tanítása meg az, hogy nem viszel tovább semmit, amit kérdeztél, az egyéniséget, semmit. Egyedül valami, és most nagyon pongyalán fogok fogalmazni, a jóra való hajlandóságnak az eszenciáját vagy fluidumát viszed át a következő életedbe, és addig csiszolod ezt a lelkületet, míg már nem szükséges leszületned a földre és mész a nirvánába. Valami ilyesmi az elképzelés, mondom, nagyon pongyalán elnézést kérek a szakértőktől. Csak ennek meg ellentmond, hogy most írom a 4. könyvemet az előző életekről. Talán te is hallottál olyat, hogy kisgyerekek olyan dolgokról számolnak be, amik utólag leellenőrizhetők, és egy 3-4 éves gyerek honnan tudja, hogy onnan hány kilométerre pontosan mi, hogy volt.
A kérdésedre válaszolva, valahol jó lenne benne hinni, de aztán az meg valakinek azt mondja, hogy megint beköltözni egy testbe, ezt megint, és vinni, hogy? Tudod, inkább legyen még, ezt a jó. De azért neked még remélhetőleg sokára lesz vége. Mi az, amit magadnak kívánnál, hogyha azt mondanánk, hogy valamikor majd eljön ez a bizonyos halál utáni élmény is, de hogy addig, hogyha valamit tehetnél, akkor mi lenne? Mi az, amit másképp csinál? Mi az, amire vársz nagyon? Mi az, ami az életbeli szerepálmod, amit nagyon-nagyon szeretnél? Én azt hiszem, nyárs polgár lettem a szó, talán nem legrosszabb értelmében. Figyelj, nekünk ott Őrbottyánban a párom a kerek az életünk. Gyerekeimmel is nagyon jó, a viszonyunk barátainkkal. Nekem most ez a vágyam, fölépüljön a szaletli, a kis főzőcskékkel, tudod, bogrács, nem tudom, mindenféle ilyesmi, és esténként egy jó borok fröccsök mellett, jó pacalpörkölt, amit csinálok, vagy egy hentes tokány mellett, vagy akár egy gazdag paprikás krumpli mellett, beszélgessünk a barátaimmal, ismerőseinkkel, mondjunk akár úgy egy kicsit becsicsentve verseket, babicsot, bármit, erre vágyom. Én nekem, ez az érdekes, már nem merem mondani, de már az, hogy most tévébe ugrabugráljak, nekem ez megvolt, és hálás vagyok, hogy megvolt. Mert kaptam tőle, talán tudtam valamit adni is. Én már nem akarok sztár lenni, én már nem. Viszont egy verset, mikor úgy elmond, egytől félek, mi még mondunk például Dusánt, meg Horváth Attilát, meg Adam is Annát. 10 év múlva lesz, aki fog Dusánt mondani versben. Bízzunk benne, Nagy László is azt mondta, megkérdezte, ki viszi át a szerelmet a túlsó partra. Én azt gondolom, hogy az olyan emberek, mint amilyen te, vagy akár még a Rebeka is. Én azt kívánom neked, amit Shakespeare az 52. szonetben megírt, és amit Szabó Lőrinc kiválóan fordított, hogy az ünnepnap azért kápráztat el, mert szürke napokból ragyog elő ritkán, ahogy a nyakláncban tüzel itt ott egy-egy igazi drága kő, ilyen szekrényem az idő is. Elrejt és őriz, mint ruhát a ruhatár, s kivételes üdv a kivételes perc, mikor titkos kincs egyszerre kitár. Szóval, hogy ezek az élmények, amiket te szeretnél, ezek ne ritkán, hanem gyakran jöjjenek elő, de mindegyiket ünnepnapként tud megélni, és hogy legyen egy kerek egész, ne a Dusán által megformált versnek a hozadéka a te családi életed, hanem töltsetek együtt minél több időt, úgy, ahogy az tartalmilag és érzelmileg csak lehetséges. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy itt lehettem. Radnóti Miklós Hasonlatok című csodáját választotta Szabados Ágnes. A csodálatos killemű és nagyon mély gondolkodású műsorvezető nem csak arról fog mesélni a következő műsorban, hogy számára mit jelentenek ezek az érzések, hanem arra is fényderül, hogy az az ember, aki esténként tényszerűen el kell, hogy mondja, hogy mi történt a nagyvilágban, vajon mit és hogyan él meg a magánéletében, és mit jelent számára az a csodálatos érzés, hogy szerelem. A következő vendég a sorok között. Szabados Ágnes, az RTL híradósa. Nagyon sok munka, hogy szerintem ez egyrészt beengedj valakit az intim szférába teljesen, és hogy valóban hol van az a pont, ami már a sajátod. Hogy mennyire tudsz szabadnak maradni egy kapcsolatban. Nekem ugyanez Szabó T. Anna, de van egy ilyen kedvenc idézetem, hogy ha madarat szeretsz, égbolt légy, ne karitka. Mennyire gyönyörű, ha már versek. Én szerintem sokkal keményebb vagyok, mint az átlag. Ugyanakkor van egy nagyon szentimentális és romantikus énem, és könnyen azonosulok történetekkel, megélem. Én képes vagyok tényleg sírni regényeken, történeteken, verseken, filmeken, bármin. Ugyanakkor a magánéletben sokkal erősebb vagyok. Fontos, a műsor bővített változata és a vers is hamarosan megtalálható a YouTube csatornámon. Ha feliratkozik, értesülhet róla. A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez pusztán a véletlen műve. A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak. Az eleganciát az Öltönybirodalom biztosította. A műsor támogatója a Blick. A Magyar Versmondók Egyesülete online is életre kelti a verseket. A műsort az Erla Technopro Kft. Technikája örökítette meg.